Köszöntök mindenkit szeretettel. Az Úr áldása legyen rajtunk, az egész imakörön, a gyülekezeten, az országunkon, az életünkön, minden lehetőségben, a Jézus számlájében. Urbán Marika, neked is mondanám, és mindjárt biztos az Erzs is bekapcsolódik, hogy 2 órakor kezdődik az alkalom Budapesten. Jó? Úgyhogy 2 előtt gyertek, mert kivételesen most 2-kor fog kezdődni. Én várlak szeretettel benneteket. Halász Erzsike, neked is mondanám, 2 órakor kezdődik szombaton az alkalom. Jó? Péternek légy szíves tolmácsolt. Jó? Mert jönnek a szilvikék is, hogy időben haza tudjanak érkezni. Jó? Akkor az Úr áldása legyen mindenki. Ezekben a nehéz időkben leállítom minden csapást, minden nehézséget a Jézus Krisztus szent nevében, és az ellenség gonosz terve semmisé hatástalanná válik. Az Úr bölcsessége nyugodjon meg rajtunk, mindannyiótokon, és köszönjük a további bizonságokat. Ma hálát adunk, Uram, hogy velünk vagy a világ végezetéig, hogy gondod van ránk, az életünkre, a szeretteinkre, a családunkra, a kapcsolatainkra. Hálát adunk, sokan nehézségekben vannak, és ma a vérvédelmét, a vérerejét kérjük a Jézus szent nevébe, az egész imakörre, és az életünkre, és a népekre, és a nemzetekre, és hálát adunk. Ma hálát és dicséretet. Erő van a Jézus vérében. A vérnek mindent legyőző ereje van, és mi ezért hálát adunk. Hálát és dicséretet. Köszönjük, hogy Jézus egy jobb szövetség kezese, és az ő véráldozata által örök életünk van. Ma tisztelettel, hálaadással tekintünk a Jézus vérére, amely teljes győzelmet szerzett az egész emberiségnek. Isten szövetséget kötött velünk, új szövetségi hívők vagyunk, ennek az alapja Jézus drága szent vére. Köszönjük a Jézus vérét, hívjuk meg, törjük a gonosz munkáját, és a vér minden legyőző erejét kérjük, Uram, a szent vér védelmét, és minden Jézus Krisztus vérénél kezdődik. Tisztelettel tekintünk ezekre, erre a vér áldozatra, képítjük a hitünket Jézus Krisztus vérében. A megváltásunk Jézus Krisztus vérén alapul, amely megtisztít, amely megigazít, és Jézus vére kiontatott értünk. A vér tanúskodik, és örök győzelem a számunkra. A meghintés vére jobbat beszél, mint Ábel vére. Köszönjük, Uram! Hatalmas erő van a vérben, a megváltásunk ereje van benne. Bármilyen kihívásra lehet írni imakérést nyugodtan. Bármilyen kihívásra, megpróbáltatásra, bizonságul hívjuk a bárány vérét, és mi legyőztük azt a bárány véréért, a bizonság tételünk beszédért, jelenések 12-11, vagyis hatalmas erő van a vérben. A megváltás, a megőrzés, a megóvás, hídben alkalmazzuk, és a szellemünket, lelkünket, testünket a meghintés vérével fedjük be, a gyerekeinket, a családunkat, az útjainkat, a munkánkat, a mai teendőinket. Ma dicséretet zengedezünk, Uram. Hídben alkalmazzuk a drága vérét Jézusnak, és a pusztító nem lophat, amikor mi ezt hittel tesszük, akár a kocsinkat, akár a pénzünket, akár az életünket, akkor ez csodálatos, és hát mi bizonságot teszünk a hitünkről. Halleluja! Hatalmas erő van a vérben, megváltás, megőrzés, megóvás van. Hitben alkalmazzuk a szent vért az életünk minden területén. Úgyhogy a vér győzelem, Jézus vére győzelem minden megpróbáltatás felett. És ma bizonságból hívjuk a bárány vérét. De nem is kell megpróbáltatás. Figyelj, a meghintés vérét kérjük magunkra, a gyerekeinkre, a napunkra, és az életünkre, és a testünkre, akkor, és kijelentjük, hogy győztesek vagyunk, ahhoz nem kell
nem kell, hogy krízisbe legyünk, hogy a vér segítségül hívjuk. A vér védelmezzen, oltalmazzon meg. Ez is egy idézőjelben azért ne ilyen pólias, ami prevenció, ne ilyen világi módon a Jézus vérét hívjuk bizonságú, a Jézus vére becses, a vér szólaljon meg az érdekünkbe, a te érdekedbe, a család érdekébe, hogy igaz vagy, és Krisztus igazsága a tied, és a vér szólaljon meg, és oltalmazza meg az ügyünket. Zsoltárok 43, meg az Úr előáll perelni és ítélni a népeket, és köszönjük, Uram, hogy te leperled a pereket, és győzelemre viszel minket. Te vagy az igaz bírónk, a közben járunk, a szószólónk, a vádlóval szembe, aki vádol éjjel és nappal. És hát mindenkit köszöntök, akinek akár név, akár születésnapja van. Nem tudom, milyen nap legyen ma, vagy milyen nap van ma, hogy a naptárban milyen névnapot ünneplünk, de rengeteg virágok vannak mostan a virágosoknál. Akárkit érint a születésnapján, a névnapján, azt köszöntjük szeretettel. És köszöntjük ezt a Denis nevű fiatalembert is, kérünk rá hatalmas áldást, áttörést, és a születésnap nagyon fontos, és Isten minden szívetek kívánságát betöltse. Tehát ma bizonságul hívjuk a bárány vérét, kérjük a védelmét, a vérvédelmét az életünkre, a napunkra, a otthonunkra, a családunkra. Köszönjük neked, Uram, hozzád folyamodunk. Hadd bajunkból megszabadítasz, hetedik mensem, illet a veszedelem. Drága mennyei atyám, a názáreti Jézus Krisztus szent nevébe jövök eléd. Van egy ilyen vér, valami, egy vérről egy ének? Az a vére, hogy megtisztít, az nagyon jó. Köszönjük, Uram, és vegyetek elő zsebkendőt. Köszönöm Jézus véredet, az nagyon csodálatos. És vegyetek elő zsebkendőket, keszkenőket, és fogunk majd imádkozni felette, hogy otthon, amikor vagy, hogy akkor a szívedre tett, nagyon stresszes időszakok vannak most. Nagyon sok a stressz, sok a kihívás, de az emberek nagyon stresszelnek. Kérlek benneteket, hogy a hit nyugodalmában maradjunk meg. Tehát drága mennyei atyám, Jézus Krisztus szent nevében elér imádattal, dicsérettel, és köszönjük a szent fiadat, Jézust, és hálával áldozunk a drága vére, amely kiontatott, hogy megtisztít, hogy megoltalmaz, hogy életet ad, és hogy erő van a Jézus vérében, és gyógyulás van a Jézus vérében, és köszönjük, Uram, hogy szentség van ebben a csodálatos vérben, mert csak a vér előtt, csak mondom nektek, inkább meg kell hajolni, meghajolni, és hálát adni, és hálát, és ma adjunk hálát, Istennek legyen hála, hogy Jézust elküldte, hogy a drága vére kiontatott a mi Urunknak, ami szeplőtelen volt, amely bűntelen volt. Köszönjük Istennek, köszönjük Uram, ma hálával áldozunk a Jézus nevében. És veszünk a drága véréből Jézusnak, amely fent van a mennyben, és bizonságot tesz itt a földön. Csak leborulunk, és hálát adunk, és veszünk a mai napon a Jézus véréből, sintünk a szellemünkre, lelkünkre, testünkre, az egész életünkre, a gyermekeinkre, és meghúzzuk a drága, szeplőtelen, védelmező, oltalmazó vérvonalát az életünk körül, a családunk körül. Hintünk az akaratunkra, az érzelmeinkre, a testünkbe jó működést várunk el a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük a szent vért, amely tisztaságot, isteni képességet, gyógyulást, helyreállítást hoz az életünk minden területén. Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében elfoglaljuk a helyünket a hatalomban. Uralkodunk az ellenség minden ereje felett. A vér erejében leállítjuk a gonosz tervét, és a gonosz minden munkáját az utatokra, az utunkra, az életünkre,
és ma a TikTokra is fölmegyek, és ott is a vérvédelmét kérem, és megtérést a TikTokon. Sokan üdvözöljenek, jöjjenek be, és szülessenek újjá. Hálát adunk, Uram, és ma abban a hatalomban, amit kaptunk a Jézus nevében, parancsolunk a fejedelemségeknek, a hatalmasságoknak, az élet sötétségének, a világ bíróinak, és megparancsoljuk, hogy minden követelése, megjósulása, terve, szándéka és gondolata semmisé váljon a te életedbe, az mi életünkbe. Hálát adunk, Uram, ma hatalmat veszünk az ellenség minden ereje felett. Szólja a Szent Véd a keresztfa győzelmét magunk felett, a családunk, a gyermekeink felett. Uralkodunk az életben az egy Jézus Krisztus által. Imádkozunk helyreállításért, a testünk helyreállításáért. A vér szólaljon meg az életünkbe, és semmi sem akadályozhassa meg, hogy Isten akarata beteljesedjen az életünkbe. Kijelentjük ma a gonosz munkáját, hogy leállítsuk, és a sátánnak el kell engedje az életedet, a testedet, a szeretteink életét. Köszönjük a Szent Vér védelmét, amely kifolyt a kereszten, és meghúzzuk a drága, szeplőtelen, védelmező, oltalmazó vérvonalát, magunk, a családunk, a szeretteink körül, és az egész életünk, az otthonunk körül. Valaki azt mondja, hát ez nem igei, de igenis igei. Az Ószövetségben egyéves hímbáránk a vérét ugye felkenték az ajtófélfára és a szemöldök fára, és megvédelmezett közel 3 millió zsidó és zsidó embert, hogy ki tudjanak jönni Egyiptomból, és a vér megvédelmez, ezért ez újra és újra mondom nektek, a vér alá helyezem az imakört, a vér alá, a Názáret Jézus szent nevében. A Jézus vére jobbat beszél, mint Ábel vére, és nem hiúsulhat meg ez a csodálatos kegyelem, a vérnek a kegyelme, a vér védelme, Uram, nem akadályozhassa meg, és kijelentjük azt, hogy a szent vér az... A Szent Vérrel befedett területek, a testünk, a lelkünk, a szellemünk, az egész életünk és a gyermekeink, félünk, feleségünk szolgálat, ez az imakör, a szerbiai szolgálatunk, a budapesti és a szegedi szolgálat, drága mennyei atyának kijelentjük, hogy el kell engedni mindenki életét, és nem hiúsulhat meg az Úr akarata a ti életetekbe, a miénkbe, a szolgálatba. Kérjük a drága szent vért, Uram, és meghúzzuk, és meghintés vérét használjuk, Uram, a magunk körül, a szeretteink, a családunk körül, a városunk körül, az életünk, a lakhelyünk körül. Sátán, ezeket a területeket nem érintheted, hisz több országból vagytok itt, és mindannyiótokra kérjük a Jézus drága vérét, mert a vér védelmező, oltalmazó és mindent legyőző ereje van. Köszönjük a Szent Vért, amely Jézus vére kiontatott és adott nekünk egyrészt engesztelést, másrészt megbocsájtást, másrészt pedig eltörlés, és köszönjük, hogy teljes védelmet is ad az életünkbe. Úgyhogy mindannyiunknak, nekünk, a gyermekeinknek, a családunknak, a gyülekezetnek kegyelem és békesség adasség bőségesen. Ma a Szent Vérrel fedjük be magunkat, a Szent Vérrel a gyarapodásunkat, minden akadálynak el kell távozni az utunkból. Köszönjük, Uram, hálát adunk. Kérjük a harcos angyalokat, hogy minden időben segítsenek a vér szabadító erejében, és az ellenség, amit mi nem látunk, Uram, távolítsák el a szolgáló szellemeket, az angyalokat, felszólítjuk a 91-es zsoltárok tükrébe, hogy védelem, oltalom illessen, mert angyalaidnak parancsoltál, őrizzenek minden utunkon, mindenkit, a gyermekeinket, a családunkat, és köszönjük, Uram, azok, akik ki vannak jelölve üdvösségre, hát köszönjük, hisz mindenkit, Jézus hazavár, nyitott az ajtó, ma kijelentjük
a Szent Vér dicsősége, a Szent Vér dicsősége szólaljon meg az életünkbe mindenkinek, hozzon áttörést, boldogulást, egészséget, jólétet, békességet, és mindent, amire csak szükségünk van, és köszönjük, köszönjük, Uram, hintünk a Szent Vérből, a szerveinkre, a sejtjeinkre, hogy csodák és gyógyulások jöjjenek elő a testbe. Ma dicsőítjük és magasztaljuk a Szent Vért, amely váltságot, szabadságot hozott az életünk minden területén. Köszönjük az 1 Péter 1, 18-19-et, majd szólsz, ha kész vagy. Tudván, hogy nem veszendő holmi, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg, ami atyánktól örökölt hiába való életünkből, hanem drága véren, még hibátlan és szeplőtelen bárányén a Krisztusért. És köszönjük az 1 Péter 1-2, mi, akik ki vagyunk választva az Atyaisten eleve rendelése szerint, a szellem megszentelésében engedelmességre, Jézus Krisztus vérével való megtintésre. Uram, ma is kegyelem és békesség adassék mindannyiunknak, a családnak, az országunknak, ahonnan csak vagytok, az életetekbe, a Jézus szent nevébe. És bármi gonosz szellem zavarná, meg akarná lopni azt a győzelmet, amit Jézus vére hozott, azt leállítjuk ma. Stop neked, sátán, a Jézus szent nevébe. A sátán minden munkája meg van kötve a testünk felett, az életünk, a gyermekeink, a családunk. A hiányoknak menni kell, a bőségnek, az áldásnak kell előjönni. Tehát köszönjük, Uram, minden gonosz befolyást, Uram, elátkozunk, és a Szent Vér védelmét kérjük. Látjátok, a vér védelme megtudta az Ószövetségben. Az egyiptomiak megkapták az ítéletüket, és az izraeliták pedig győztesen, hatalmasan győztesen jöttek ki a hitnek a szép és jó harcából. Használjátok a vér erejét, használjátok minden áldott napon, mert hatalmas erő van ebben, és mi legyőztük azt a bárány vérért, és a bizonság tételünk szaváért, és igenis bármilyen hitpróbára, az nagyon csodálatos, akár a keringési problémára, akár a társtalanságra, akár hitetlenségre, bármi legyen a hitünk, nem szappanoperából, nem tévéműsorokból áll elő, hanem Isten beszédéből. Köszönjük a Jézus vérét, és az imádság élményé válik az életünkbe. Hálát adunk, hálát, 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 Uram. Hiány ne lássunk, betegséget ne érzékeljünk. Uram, a Szent Vér védelmében, drága Úr Jézus, előre akarunk lépni, és semmiképp nem akarok látás szerint járni, mert a sátán azt akarja, hogy ne hívsz bizonyságul a drága Jézus vérét, és azon dolgozik, hogy téged és mindannyiunkat, a családunkat, a gyermekeinket kifárasszon, és lefárasszon, és le akarja vinni az erődet, hogy ne tudjál hitben előre menni, előrelépni, hogy add fel, és hogy még a cipőd is lyukassá váljon, és megbotránkozzá, ezt teszi a sátán. Nagy csapda, nem! A kígyó a maga álnokságával akarja azt az egyszerűségét, az evangélium egyszerűségét megrabolni. Köszönjük, Uram, hogy mindenki minden hitpróbából, néhányan betegek vagytok, néhányan a gyerekekkel van nehézségetek, néhányan a házassággal, néhányan társhiányban vagytok, és szomorú a társhiány. Igenis, tegnap imádkoztam egy fiatal emberért, és bizony szüksége volt társra és áttörésre az életébe. Minden gonosz szellem, amely zavarja, hogy társat találjatok. Kérjük ennek a fiatalembernek is, kérjük, Uram, név nélkül, bár úgysem ismeritek, én sem régóta, de kérjük az áttörést, kérjük az áldást, és kérjük ennek az ukrajnai
kárpátaljai asszonynak, a Csaba itt dolgozik valahol, hol vannak a sárszék? Tatabányán, de a hétvégét azzal tölti, hogy iszik, és hát jöjjön el a gyülekezetbe, hogy kapjon szabadulást, áttörést, hogy az a gonosz szellem már ne tartsa fogságba. Köszönjük, Uram, a drága Jézus vérét, a vér mindent legyőző erejét, és mi hídben erősek vagyunk, Uram, hídben erősek, ahogy, Uram, a hithősök is erősek voltak, és igen, legyőztek minden nehézséget. Hálát adunk, hálát, Uram, ma megáldjuk a kapcsolatokat, a házasságokat, és a jövendő házasságokat, és a legjobb lehetőséget kérjük, nem csak ennek a drága embernek, aki társhiányba szenved, ez egy fiatal ember, viszonylagosan fiatal ember, és tölts be a minden szükségét neki is, és annak a Csabának is, és hálát adunk mindenkire, aki társra vágyik, hogy Isten természet fölötti módon betölti ezt a szükséget. Hálát adunk, Uram, mi a hit iskolájába járunk, és köszönjük, Uram. A hitben hatalmas kitartás, szépség, kegyelem van, és a vér, hát az csodálatos, szorgalmasan keresünk téged. Itt reggelente, drága Úr Jézus Krisztus, Jézus Szent nevében hálát adunk, hálát és dicséretet. Köszönjük, Uram, az életünket, a hitéletünket, hogy meghallgattad az imáinkat, és minden gonosz szellem, ami zavarna a hitéletünkben a növekedést. A Róma 5-5 szerint minket a reménység meg nem szégyenít. Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Elénekeljük ma ezt a gyönyörű dalt, és ma bizony meghajlunk az Urunk előtt, meghajlunk, hogy az életét adta váltságunk, hogy a vérét kiontatták, és mi felkészítsük magunkat bármire, ami jön a világba, a vér mindenben megvédelmez minket, a Jézus vére, és túlélünk minden időket, nehézségeket, és Isten kihoz minket, mert te megszabadítsz minket, a te karod hatalmasan teljes, hatalommal teljes, a te kezed erős, és a te jobbod méltóságos. Zsoltárok 89.13. Énekeljük el ezt a dalt, a Jézus vér. Jézus vér megtiszt. Az, igen. Az abban van a gyógyulás. Igen. És közben a kenet áradjon a zsebben. Dicsőség Isten, ha meghajlunk az Úr előtt, tisztelettel. Halleluja! Halleluja! A vér mindent legyőző erejében énekünk ma. Jézus vére megtisztít, vére hallgató életben, ma szabadá, vére tesz ma szabadá. Értem, hogy, és érted, drága vér, így a lelkem. Fehér, mint a hó, mint a hó. Ó, Jézus, te megöld várán. Jézus vére megtisztít, vére áldó életem, ma szabaddá válj a vér győzelme által. Érted és értem, foly te drága vér. Fehér, mint a hó, mint a hó. Ó, Jézus, te megöld bárán. Jézus vére megtisztít, vére áldó életem.
Életem, a szabaddá kell váljál a Jézus nevébe. Érted, kiontatott az ő drága vére. Vedd el ezt a győzelmet a megváltásba. Az ő drága vére megtisztított, megigazított, áldást hozott. Úr Jézus, te megölt bárány. Jézus vére megtisztít, vére áldul életem. Vére tesz ma szabaddá téged és mindannyiunkat. Igen, gyógyulás van a megváltásban. Áradjon Isten ereje, és mi legyőztük azt a bárány vérét, a bizonyság tételünk szaváért. Halleluja, halleluja. Úr Jézus, te megölt bárány. Úr Jézus, te megöl bárány. Úr Jézus, te megöl bárány. Dicsőség Istennek, és akik pedig gyógyulni akarnak, még ezt a másik dalt, és addig imádkozunk a zsebkendőkért. Atyám, a názáreti Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd, és megáldjuk a zsebkendőket, a keszkenőket, az apostolok cselekedetei 19-11 alapján. Uram, pár apostol testéről is elvitték a zsebkendőket, a keszkenőket, és a testéből, hogy kiáradt a gyógyító kenet, átáradt a zsebkendőkbe, a keszkenőkbe, és a betegekhez érve szabadulást kaptak betegségből, lázból, gyengeségből. Áradjon Isten ereje, áradjon azokba a zsebkendőkbe, keszkenőkbe, Isten ereje áradjon az otthonatokba és az életetekbe, szeretteim. Érints meg ma, Uram, mindenkit, érints meg ma mindenkit, Uram, a Szentlélek győzelmével, és mi legyőztük azt a bárány vérért, és a bizonság tételünk szaváért. Köszönjük, Uram, köszönjük, és a zsebkendőket oda tudod tenni, akár a szívedre, akár a gyomrodra, akár a mélybe, akár a belegbe, akár a fejedre, a füledre, akár a pajzsmirigyre, bárhova is teszed, Isten áradjon, és áradjon a Szent Vér védelmébe, a megváltás vérébe, a drága Úr Jézusra emlékezünk ma, és köszönjük, hogy velünk van minden időben a hatalmas megváltás és a hatalmas odadása által. Én is meg az imakört, én is meg a gyülekezetenket, én is meg a lakhelyünket, az országunkat, én is meg mindannyiunkat, a gyermekeket, és mindenkit, a beteg testrészeket én is meg. Uram, és minden hiány betöltessék a Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adom, Uram, hogy a Zsoltárok 89.13, a te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos, és kegyelem, kegyelmet szól Jézus vére, megváltás szól, érted és értem, és a családunkért és a gyermekeinkért. Köszönjük a vér mindent legyőző erejét, hálát adunk, a bizonságot teszünk róla, az új szövetség hívői vagyunk. És köszönjük, köszönjük a Jézus vérét, köszönjük, ma meghajlunk előtted, Uram, és imádunk, Uram, ez egy élmény, Uram. Hát Jézusnak nem volt élmény, hogy meghalt, és a vére kiontatott, de nekünk a győzelem, és ez a győzelem, hogy ne érezd magadat legyőzve, te a legyőzöttségből a győzelembe lépsz Jézus vére által. És hát ezen rajta van most a következő dalok, hogy a Jézus vére meggyógyít. Ez az igazság. Púrvacsorát tartottunk, nem is olyan régen. Köszönjük, köszönjük vasárnap. A vér erejében lépünk ma elő.
bármilyen rendellenességed lenne, bármilyen probléma, bármilyen vérkeringési, akármilyen testi, akár daganati, akár megfázás, bármi is legyen, bármilyen akut probléma legyen, érints meg ma minket, Uram! Érints meg ma mindenkit, a fejünk tetejét, a lábunk ujjáit, a vér elejében. Alázattal járunk a trón elé, és köszönünk mindent. Köszönjük Jézusnak, köszönjük Uram. Halleluja, halleluja, halleluja. Köszönöm Jézus véredet. Köszönöm Jézus véredet. Köszönöm Jézus véredet. Köszönöm Jézus véredet. Elő van Jézus vérében. Erő van Jézus vérében, erő van Jézus vérében, erő van Jézus vérében. Tiszta lettem Tiszta lettem vérétő. Gyógyulásban a vérében. Egy jó kezdés volt, Istennek legyen hála és dicséret. Valóban a tanúbizonságból hívjuk a bárány vérét az életünk körül, a gyerekeink, a családunk, a gyülekezet és a szolgálat körül. És ma hálát adunk, hálát és dicséretet. A vér védelmét kérjük, és többen megfáztak, és kérünk egy László nevezetűre is hatalmas gyógyulást, szabadulást, áttörést és áldást. Az Úr keze legyen vele minden nehézségben és minden gonoszban. Ha van imakérésetek, tegyétek meg. Nagyon szép kenet szállt le, a hasban van gyógyító ajándék, a vállakban van gyógyító ajándék, és minden betegség felett imádkozunk, és a Jézustól kapott hatalmunkkal megkötjük a keringési betegségeket, a daganatokat, a nehézségeket,
Galata 3.13 szerint Jézus megváltott a betegségtől, és hálát adunk, hogy Uram, minden elégtelen vérkeringés tünete eltávoznak a testből, a gyenge vérkeringés megdorgáljuk mindenki fele a Jézus Szent nevébe. Elégtelen vérkeringés el kell hagyja a testet. A véredények, az artériák szükülését leállítsuk és tágulását, és hálát adunk, Uram, hogy megszűnik minden merevség, minden fájdalom, és ezek a plakok felszabadulnak, Uram, az érben, és a friss oxigéndos véráram felszabadítja a fájdalmat. Megdorgáljuk a végtagok gyenge vérkeringését, amely előidézte a testben a zsibbadást, a remegést, az idegi sérülést, a szövetkárosodást. A vér erejét soha ne felejtsétek el használni. A vérben van a megváltás, a vérben van a győzelem, a Jézus Krisztus Szent nevében. Bármilyen megpróbáltatásunkra, bizonságul hívhassuk a gyerekünkre, a családunkra, az utunkra, az egész életünkre, a fejedre, a fogadra, a testedre, a pasmirigyedre, és bármire is. A vér mindent legyőző ereje a tied és az enyém. Mi újjászületünk, elfogadtuk a megváltásnak a csodálatos kegyelmét. Jézus tette ezt nekünk, aki nem kiált, nem lármáz, és Jézus alázatosan, szeliden munkálkodott. Hálát adunk Istennek a Jézus Szent nevébe. Valakinek az agya nagyon be van felhősödve, ilyen teljes felejtés van, és hát be van pánikolva még a Jézus Szent nevébe, vérvédelmét mindenkire, és hát Jézus Krisztus semmiféle, nem várt el semmit, semmiféle igényt nem támasztott, és nem pusztított, nem keltett nagy feltűnést, bár az emberek mentek utána, és gyakran visszahúzódott, kereste az együttlétet, nem akarta, hogy királyá válasszák. Hát tudjuk, hogy Judás is azért árulta őt el 30 ezüst pénzért, mert azt hitte, hogy Jézus lesz majd Izrael királya. Nem. Jézus nem azért jött. Nem. Ő azért tanított, prédikált a tópartján, a Galilea mezőjén, szólt az emberekhez, a tanítványokhoz. Nem viszonozta a sérülés, bántalmazás. Nem úgy volt, mint mi, hogy igenis, akkor most már vissza minden százszorosan, amiért csúnyán viselkedtek. A megrepett nátszálat nem törte össze, és hálát adunk, igazán hirdette az igazságot, a törvényt, Ézsaiás 42.3. Sok igét tudnék most mondani, Lukács 5.16, János 6.16, Márk 1.21.3, 1.6.2, rengeteg ige lenne, de most nem csak ezért akarok imádkozni több mindenért veletek együttesen, hisz az Úr azt mondta, hogy imádkozunk a népekért, a nemzetekért, nekünk a bibliai hídben áradni kell, hogy mindannyian vegyétek el ezt a gyönyörű kegyelmet. Az Úr megvédelmez az ő kiontott drága vére által. Mindenkire gyógyulás, szabadulás kérek, Uram. Hozzád kiáltunk, akik megfáradtak, akik megterheltek, akik betegek, akik, Uram, nem betegek, csak lelki betegek. Hálát adok, az is nagyon rossz. Hálát adunk, hálát, hálát, hálát. Jézuson soha nem lehetett észrevenni a gyengeséget, és még a kereszten sem. És köszönjük, hogy Jézus azért jött, hogy törvényt hirdetett a népeknek, és ami az evangélium hirdetésével megtörtént. És Jézus fellépése Izraelben, a szavai, a tettei, az egész élete, minden cselekedete, az igazságot, és mi az ő utánzói vagyunk, szeretteim. Erről tanítok, hogy igenis, Jézus utánzói legyünk, és hálát adunk. Jézus elvégezte a munkát, és kitartott mindvégig. Neked is, és nekem is ki kell tartani. Gyógyulás, szabadulás kérek abból. És ne féljél, ne féljél, akármivel most megtámadott a sátán, betegséggel, gyengességgel, hiányokkal, a családi problémákkal. Neked kitartás kell a hit életedben. És mindannyiunknak,
a hitedet építi, az, hogy itt az igét hallod napról napra. Minden nap az igét hallod. Én az igét szólom, az ige embere vagyok. És a hitet viszont meg is kell cselekedni, mert a hit cselekedetek nélkül megholt. Tehát a hit együtt kell munkálkodjon a cselekedetével. Tehát nem csak ennek a Lászlónak van ilyen tünete, hanem többeknek van, sokan meg vannak fázva, lehet, hogy te is talán. Hát köszönjük, köszönjük, Uram. És kitartás kell az életünkbe, mert lehet, hogy ma meg kell küzdjél egy nehézséggel, ma el kell menjél bárhova, vagy bármit meg kell lépjél, a szíved meg ne lágyuljon, ne féljetek, és meg ne keményítsétek a szíveteket. Tehát Isten mindig velünk van, és soha nem hagy fejjel kísérteni, mint amit elbírnál. Tehát tanulnunk kell a hibáinkból, és meg kell térni belőle. Hála és dicséret. Ma arra figyelmeztetlek mindenkit. Ne élj közösségben a hibáiddal, a gyengeségeiddel, mert azok kihívásokat fognak hozni az életedbe, mindannyiunknak. Hát köszönjük, Uram! Köszönjük, drága Úr Jézus Krisztus, és szeretném elmondani ezt az igét. Ezt sokszor kaptam az Úrtól, hogy az emberek hallgatnak, de hogyan állnak néha hozzá, és nem úgy állnak hozzá, tényleg meg kell változni. És azt mondja, hogy az Ezékiel könyve 33, 31, 34, és te embernek fia, néped fiai beszélgetnek belőled a falak mellett, a házak ajtaiba, és egyik a másiknak szól, kiké az ő atya fiával. Nyerte, kérlek, és halljátok, micsoda beszéd ez, amely az Úrtól jön ki, és eljönnek hozzád, ahogy a nép össze szokott jönni, és odaülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédeidet. De nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, és szívük pedig nyereség után jár. Én hiszem, hogy te nem így vagytok, hogy és te olyan vagy nékik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, és mint valamely jó hegedűs, csak hallják a beszédedet, de nem cselekszik azokat. De ha beteljesednek, mert tényleg beteljesednek, megtudják, hogy proféta volt közöttük. Nagyon erős a profétai kenet az imakörben. Ötszörös szolgálatban szolgálunk, de én nem dicsekszek ezekkel a parolinokkal. Az Úré a dicsőség, az Úré a elhívás, de az Úré a szolgálati dolog. Mindig abba szolgálunk, amiben kell. Most a profétai kenetben erős, mert abba imádkozunk, abba áradunk, de van, amikor gyülekezetet alapítunk, akkor az apostoli kenetben. Van, amikor tanítunk, akkor a tanítói kenetben. Tehát figyelj, az ellenség nem akarja, hogy növekedj a hitéletedben. És áldás kérek rátok, nem volt imakérés. Áldás ma, és azt akarom, hogy növekedjél a hitéletedbe, hogy megjobbítsuk az utunkat. Figyelj, mindenki még növekedhet, még lehetünk, ez nekem egy szlogenom mostanában, hogy lehetek még boldogabb, lehetek még egészségesebb, lehetek még gazdagabb, lehet még jobb a családom, minden jobb lehet. És az ellenség nem akarja, hogy növekedjünk a hitéletbe, de ha növekedünk a hitéletbe, akkor igenis elő tudjuk szólítani a népekbe, a nemzetekbe, elő tudjuk is a családodba, és ahonnan vagytok, Erdélyből, Szerbiából, Ausztriából, hát nem akarok, Vajdaságból, a sok helyről vagytok, hát köszönjük Istennek, hogy mi halljuk a beszédet, és meg akarjuk cselekedni. És köszönjük, hogy hajlandók és engedelmesek vagyunk, és jó irányba akarlak vinni benneteket, és még másokat tanítok, én magam is tanulok, és én magam is erősödök. Hát köszönjük, Uram, hogy a jó hír érintsen meg téged is, és minden hit életnek és álomnak az kell legyen a célja. És figyelj, mostan hiába homályosan látsz, vagy felejtésbe vagy, vagy fáj a karod, és nem tudod felemelni. A hit, te hitet számít rengeteget abban. Ahogy mondtam tegnap, hogy mindannyiunknak a szép hiteletünkbe meg kell állni, és ezek a terhek, amelyek
amelyeket megpróbál a környezet és egyéb rátenni és ránk tenni, akkor nekünk itten épülni kell, a szentséges hitünkkel. Mert a régiekkel már nem tudunk újat elvégezni. És neked először is el kell gondolkodni, hogy mit akarsz elvégezni, mit akarsz változni. És neked kell épülni a szentséges hitedbe, elengedni a múltat. Tudjátok, néhányan azért tartanak a vakság felé, mert nem tudnak megbocsájtani, és nem akarják látni azokat a körülményeket, embereket, helyzeteket. Neked a kősziklára kell építeni a házadra. Köszönjük, ma olyan időket élünk, szeretteim. Ezért is beszéltem most arról, hogy a vérvédelme a legfontosabb. A Jézus vére mindentől meg tud védeni minket, csak saját magunktól nem. Ha mi félünk, ha te egyszerűen nem az igéket cselekszed meg. Tehát ma olyan időket élünk, hogy a régi dolgokkal már nem tudunk újat végezni. Hagynunk kell a régi utakat, mert az újban már a régiek nem férnek bele, nem működnek. Ez az igazság. Úgyhogy a hitünk az, ami meg tudja menteni az életünket. Ma dicséretet zengedezek, áldás szálljon rátok. Köszönjük, köszönjük, úgyhogy Jézushoz járulunk. A zsidó 10.22 azt mondja, hisz egy kicsi hitet is beletettem ma a vérbe. Hát Isten hitből hozta elő a fiát. Isten egy hitisten. Isten nem mondja azt, ó, elfáradtam, jaj, nem is emlékszem, hogy mit csináltam. Ó, nagyon stresszes vagyok. Ó, nagyon-nagyon az orrom folyik, és egyéb. Ilyen nincs. Ilyen nincs a mennyországban. Tehát az a célom, hogy növekedjél hitben, hogy a legyőzöttségből a teljes győzelemre juss el, és akármilyen jó életet élsz is, de élhetsz még jobbat, mindannyian élhetünk még jobbat. Tehát Jézushoz járulunk, zsidó 10.22, ez egy kedvenc igém, hogy járuljunk hozzá igaz szívvel, mert mi igazak vagyunk, és mi új szívet kaptunk. És a hitnek a teljességével, és a vér mindent legyőző erejében. És hát még Ábrahám is ugye a Róma levélben le van írva, hogy erős lévén a hitben, erős legyél a hitben, és a hitetlenséget nem engeded be, mert a hitetlenség az nem jó, mert az igaz hitből él. És ha nem vagyunk hitbe, az bűn a Róma 14.23 szerint. Mert ha hitetlenségbe kerülünk látásba, akkor félelem. Úristen, mi van ki? Úristen, földrengés volt. Úristen, elsüllyedtek városok, népek és nemzetek. Hát ugorjon a tengerbe ez a hely. És mi a szeretet, a józanság szellemét kaptunk. A sikerünk titka a hit által élni. Élni. Azért vagytok itt. Néhányan nagyon sikeresek vagytok. Vagy mondjam, hogy némelyek. Tehát sokan követői lettetek a Jézus Krisztusnak, itt vagytok, hitet tanultok, és örülünk az Úrban, és a szellem meg is elemenik. Mert a test az nem használ semmit, és az igaz ember pedig hitből él. Te igaz vagy, újjászülettél, hív segítségül a vér védelmét és erejét. Hálát adunk a Róma 8.37 szerint, hogy diadalmaskodunk, mi felett, a hiányok felett. Mert nem tagadjuk, hogy van hiány. Milyen hiány van? Nézd meg körülöttünk a népeket. Szeretet, hatalmas szeretet hiány van. A mammon erőssége van, a sátáni erők uralkodnak, és diadalt akarnak venni még a hitében lévő embereken is. Nézd meg, mi van a földgolyón. A mammon erőssége, a mammon mindent legyőző ereje, a prostitúció, a gonosz, a kábítószer, a csábítás, minden. De mi diadalmaskodunk Jézus által, és tudjátok meg, hogy hit nélkül nem tudsz kérni. Nem lehet úgy kérni és meghallgatást nyerni, ha félelemben, ha kétségbe vagyunk. Neked már, amikor kérünk, kérjük a gyógyulásotokat, a szabadulásotokat, az áttörést, a gyerekekre az áldást, a bővölködést beszólítjuk, lerontjuk az okoskodásokat, amire csak szükséged van. Mit akarsz? Hát kérjél, itt az asztal,
tanítottam, hogy gyerünk az asztalhoz, az Úr asztal terít az ellenség előtt, és az az asztal nem szegényes, nem mondja az atyám, ó, csak egy kis száraz kenyér van, ó, semmi nincsen. Nem. Mi engedelmeskedünk Istennek, és ellenállunk a sátánnak. Hálás a szívem, hálás a szívem a Jézus Krisztus szent nevében. Tehát adjak fel 2 darab szívrejtelmei könyvet, és 100 darab üdvösségkártyát is kesetik jön. Köszönjük Istennek, 2 darab szívkönyv. És köszönöm Istennek. Hálát és dicséretet. Tehát visszatérve, Ábrám hit abban. Semmit nem gondolt, hogy most neki lehet egy gyereke, vagy nem. Tehát Tamásnak majd egy természetes hite volt. Legyen hited. Ó, Evita, nem mondja. Áldjon meg az Úr Jézus. Mindannyiótokat áldjon meg a jó Isten. Minden szükségeteket betöltessen. Tehát van olyan is, hogy mi a nem hit. Hát teljes örömnek tartsuk, amikor különféle kísértésekbe esünk. És hát Isten elvárja ma tőlünk, hogy fejlődjünk, hogy használjuk a hitünket, az isteni fajta hitet. Mert ha nem használjuk, el fogjuk veszíteni. Ha be tud rozsdásodni minden, ha nem használjuk, ugye? Dicsőség Istennek. Nem volt semmi imakérés ma. Hát azért imádkozok, hogy ne kételkedj. A Róma 4.19, ez egy kedvenc igém most, amikor a hitet tanítom nektek. Legyen hited a vérbe, legyen hited a megváltásba, az örömben, legyen hited a hatalom gyakorlásba, hogy Jézus legyőzte a sátáni erőket, és az a győzelem a tied és az enyém, és hálát adunk. Tehát, ha hittel teljesek akarunk lenni, akkor ragaszkodnunk kell a megvallásunkhoz, mindenkire áldást kérek. És itt az ige, ami ez csak egy mondat, egy fél mondat, de ez hatalmas győzelmet tud hozni. A Róma 4.19, ez Ábrahámról szól, és hitében erős lévén. Nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Istennek ígéretében nem kételkedett, hanem hitte, és dicsőséget. Tehát nem kételkedett hitetlenséggel, hanem dicsőséget adván az Istennek. Elhitte, amit ő ígért. Hát figyelj, itt van, hogy ugye nem kételkedett, hanem dicsőséget Istennek adott, és teljesen elhitte. Erős, ez az erős hit. Igen, hogy elhisszük azt, amit olvasunk a Bibliából, mert bármit lehet olvasni, szennylapokban, bármiben, de mi a Bibliából idézünk. Köszönjük, hogy mi megkaptuk a mennyek országának kulcsait, és áldást kérünk a gyerekeinkre, a családunkra, az életünkre. Köszönjük, hogy kősziklára építünk, és fejlődés, növekedés kérek, és a testetekre, és a vállalkozásokra, és az anyagiak, érzékelem, hogy anyagiakban sürgetés van, és köszönjük, hogy Jézus szegény élet érettünk a kereszten, és hálát adunk, hálát. Hogy ne sírjatok, mert győzött Júda oroszlánja, és az angyalok légiói kiküldi az Úr, hogy bővölködjünk, hogy részesei legyünk az Isten királyságának, a gazdagságának, és minden adósságot, Uram, elátkozunk, és minden jelzálogot, minden fizetési kötelezettséget, minden hitelkártya, adósságot, nehézséget. Köszönjük, Uram, Isten igének tekintélyével helyreállítást kérek, drága Úr Jézus, és anyagi áldást, Uram, a Jézus szent nevében, akik most nagy hitpróbákban vannak, és sírnak, és legyen az férfi, legyen az nő. Hát köszönjük, Úr Jézus Krisztus, ma hálát adunk, hálát, Uram, Istenem, a háborút leállítsuk, igen, leállítjuk, Uram, és ezt a hatalmas áremeléseket, és ezeket legalább 150 000 forint legyen,
az alapnyugdíj is az időseknek, nem 40-50 ezer nyugdíja. Uram, Istenem, kérjük ezeknek a rendezését, és köszönjük, Úr Jézus Krisztus. Istenem, Te minden szükséget betöltesz, minden szükséget, a Te gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusba. Te vagy, Uram, az ellátásunk forrása, Te hozzád folyamodunk, Uram, és ez elegendő ahhoz, hogy mindenki kifizesse a számláját, le legyen törleszve az utolsó filléri. Köszönjük a kocsikat, köszönjük, Uram, minden pályázatban a nyerést, és minden korlátot ma elmozdítom, felszámoljuk, Uram, az életekbe a félelmet, a kétséget, és minden akadályoztatást, és minden megjósulást. Mindenkire kérjük a gyülekezetünkre, tirátok, és áldottak legyetek, hűséges hallgatók, és épültök a szentséges hitetekbe, és az Istennek tetszésére van. Igen, és elgondolkodtok sokszor az ima körután, majdnem mindig, és elgondolkodtak, hogy miben kell megváltozni, és ez beszámítatik néktek, mert ez alázat jele, hogyha azt mondod, hú, Uram, hát ez nekem is van, hát akkor kérem magamra a kegyelmet és az irgalmat, és akár a családomba felszólítom hát Isten ellenes cselekedeteket, a viszálykodásokat, a nehézségeket, de az országunkba, a népekbe, a nemzetekbe, a háborúk békére váltsa fel, és legyen vége ezeknek a gonosz dolgoknak. Európában is, az egész földön a királyok, a uralkodó királyok meg vannak tévesztve. Hát tudjuk, hogy micsoda ciklonok Líbiába, földrengés Marokkóba, és hát mennyi helyen, ugye Törökországtól elkezdve Líbiába, nagyon sok helyen. Ma ellene megyünk, Uram, a Jézus szent nevébe, ellene megyünk ennek a hatalmas migráns áradatnak. Köszönjük, köszönjük, drága Úr Jézus, minden Isten ellenes cselekedetet megtörünk ma. A háborút, a mamon erősségét, a gyűlöletet, a háborút, legyen vége, a béke váltsa fel az otthonodba, a házadba, az életedbe és az egész földbolyón. A 10-40-es ablakba is minden Isten telenséget megkötünk, megtörünk, drága mennyei atyám, minden Isten ellenes cselekedetet. Isten nem háborúra hívott el, nem betegségre, nem családi háborúra, megkötjük a földön, a mennyben is meg lesz kötve. A gonosz terve, a gonosz munkája, kapjatok mindannyian, és mi is kapjunk, és a gyerekeink kapjunk győzelmet, áttörést és áldást. És köszönjük, Uram, minden hallgatott reménységetek váljon valóságba, ahogy ennek a Lászlónak is, Uram, és köszönjük a jóságodat, és köszönjük ennek a Csabának, hogy leteszi a italos poharat, és rosszul érzi magát, amikor hozzányúl a pohárhoz, és iszik. Uram, és ezt mindenkire kérjük, Uram, minden olyan, amivel a családok pusztulása van, az itallal, a droggal, a gyűlölettel, a visszájkodással. Hálát adunk, Uram, ma megtörjük az anyagi nehézségeket, és Uram, köszönjük, hogy Te szegény lettél életünk, hogy mi gazdaggá legyünk. Hálát adunk. Hálát, hálát, hálát. Uram, Te minden szükségünket betöltöd a Te gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Köszönjük, Uram, ma megáldjuk ezt a egy hölgyet, aki kell, hogy segítsen nekem, és ez ilyen egyházi dolog, és legyen benne hajlandóság, és tisztelet és szeretet. Uram, Te vagy az ellátásunk forrása, és betöltöd minden szükségünket. Hálát adunk, Uram, minden akadály mozduljon el az utatokból. Áttörés, áldás legyen. Köszönjük. Köszönjük, Uram, hogy megáldasz ma mindenkit. A vérvédelmében és a vér erejében. Köszönjük neked, drága Úr Jézus Krisztus. Mi szeretetben járunk, hogy védelem illessen meg minket, a bölcsességedre, a kegyelmedre. Köszönjük. Ki vagyunk jelölve, hogy elvigyük az élet koronáját. Az élet koronáját, Uram. Az élet koronáját, mi hosszú életet, erőt és egészséget kérünk, Uram.
a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, akármennyi viszontagság is jön, te velünk vagy a világ végezetéig. Uram, gondod legyen mindenkire, nem csak itt a délelőttiekre, akik szép, hűségesek, kedvesek, hanem drága Jézus, mindenki, aki délután bekapcsolódik, nem hinnétek, hányan néznek minket, és mennyi helyről, dicsőség Istennek, és mindenkit megáldunk. Hála és dicséret. Köszönjük, köszönjük is ezt a kedves hölgyet is, aki a lakását nem tudta úgy megvenni, hogy szerette volna. Talán Erzsébetnek hívják, és ő a szívemben van most, és áldást rá, meg tudja venni azt a lakást, Uram. Ma hozzá kiáltunk, hogy Uram, mindenkinek töltsd be a szükségét. Minden dolgunk a szeretetben megy végbe, és ne gondolkozz a rosszon, az elmét megkötöző, zavaró szellemet megkötjük. De szabadulás kell, hogy nyerjél. Szabadulás. Szabadulás kell, hogy nyerjél. Krisztusban, a Jézusban. És neki adjuk a dicséretet. Tehát kizárjuk a sátánt. Drága Úr Jézus Krisztus, ellene megyünk a szánkból kijövő karddal. Hálát adunk, hogy megerősítsz mindenkit. Az igazságod jobbjával, Uram, és gondod van ránk. A szolgálatra, az ima szolgálatra, a családunkra, az ellenség csapdáit megkötjük. Köszönjük, Uram, a családunkba, az életünkbe, a legjobb albérletek jöjjenek elő, a legjobb férjek, feleségek, a legjobb lehetőségek, a régiek ingyen se említessenek. Köszönjük neked, drága Úr Jézus Krisztus, hogy levágod azokat az ágakat, amelyek nem építenek minket. Köszönjük, Uram, sok erőt kérünk, örömet és kitartás mindenkinek és mindannyiótoknak. Felszabadítunk minden sátáni, démoni erőt is, és köszönjük a hitéletünk növekedését. Uram, a 2 Mózes 3.7.8 szerint te láttad, te hallottad, ismered a szenvedését a népednek, és szállj le, és szabadíts meg mindenkit. A Jézus szent nevében szabadulást kérek. Ez az egyiptomiak kezéből szólt, nem a sátán kezéből, mert őket is azt tartotta, ugye a hatalma alatt, de mi már nem vagyunk a ördög hatalma alatt, mi Jézus vére alatt vagyunk. Áldást rátok, szeretteim, az Úr Jézus szent nevében. Hát nem soká majd fogok menni talán egy óra múlva, a TikTokra, ha valaki fönt van, szeretettel várom, és megtörök ott is minden sátáni démoni erőt, és minden csúnyát, a csúnya szájú emberek elkerülnek, éhes szíveket kérek oda, hogy igen, és hogy akik hajlandók és nyitottak az igére a Jézus szent nevében. Fontos, hogy hegyet mozgató hited legyen, szerettem a Jézus szent nevében. Köszönjük, köszönjük. Halleluja, halleluja. A hitünk megmenti az életünket. Tud hozni bővölködést és bőséget. Ma áldást kérek rátok. Áldást, áldást kérünk. Egy hittel, egy szívvel, egy akarata. István nincs itt, de mindig itt ő. És imáimmal, és a hitemmel ő is ugyanúgy támogat. És köszönjük, köszönjük. Kérlek benneteket. Hát majd a teljes hitről fogok nektek tanítani, és azt kérem, hogy ne szoruljon most hitetlenség, és ne úgy lásd magad, hogy Uram Isten, az én nyugdíjam az sose emelik fel, Uram Isten sose lesz társam, Uram Isten sose gyógyulok meg, ki nem mond, Jézus szent nevében, Istenhez tudod, hogy járul, Sidó 10.22, ma már mondtam ezt az igét, igaz szívvel, hitnek a teljességével, mint akiknek szívük tiszta, a gonosz lelkiismerettől, a hit teljességével. Bár így lenne, Uram, szeretnék. Néha megengedünk egy kis hitetlenséget, de hit nélkül lehetetlen Isten megtetszeni. Igaz szívvel a hitnek a teljességével, és a vér mindent legyőző erejében léptek előre, és akik itt most reggel bejelentkeztek mindenkire, hát ölelünk, áldunk. Mátyás Erika, Bodor Csilla, Sztorika Kati,
Erdei Rózsa, Kis Györgyné, Zsuzsika, Szikszai Csilla, Székely Katika, Puskás Edithke, Galambos Mártika, Szibele Katika anyukájával együtt, Stalin Anna Erdélyből, hát milyen helyről megvagytok, Ausztriából még idáig, Horváth Margó, hálát adunk áldjon meg az Úr Jézus, Kotyán Marika és Bernadett és Mirike és a gyereke, gyógyulást rájuk, szabadulást és Homály Szilvikére és áldást is, békességet és az utatók dicsőséges kegyelem teljes legyen. Évükére, Tanács Évükére, Vincére együtt hálát adunk. Köszönjük Dán Lóri és Urbán Marikára is. Találja meg azt, amit keres, Uram. Köszönjük, hogy nagy hirtelensége előjön az, amiért imádkozik. Dicsőség Istennek. Szabó Györgyné, Csapó Helsike, Bányai Márta, Viola is itt van, áldjon meg a Jóisten Viola, erősítsen meg, Jós, menjen a iskolád, a vizsgád, és más is jár, a Törtei Erzsé is jár, de jó van ő képzőbe, és de azt hiszem, te is oda jársz, Isten segítsen, erősítsen a tanulmányaitokba, Csemer Antalné, és köszönjük, Uram, Pazil Margarettát, és hát nem hagyjuk ki a Margarettát olaszból se. Tibor, Maronka Tibor, hát Isten áldjon meg, talán új vagy itt nálunk. Hálát, Sörösné Marikára is, teljes áldást, áttörést, gyógyulás, szabadulás, spontán tündés. A tündikének, a mennyének, aki sokat, különösen férje, rengeteget segít nekem, nekünk az egyház dolgaiba eligazodni. Egy különleges áldást kérek, Uram, azokra, akik segítenek nekem most az egyház dolgaiba, és a Sörös Lacika az, és a Tünde, és a Tündi hamarosan fog szülni, hát még másfél hónap van, ha jól tudom, de én nem mondok már időket, mert nem vagyok benne pontos, és egyre jobban legyen áttörés áldás, legjobb leletet kapja a héten meg. Köszönjük, Uram, Bornát Tündikére is áldást kérek, és a tesódra, Évára, és a családotokra, a környezetre, tehát Kotyán Marikára is áldás, Bernadettel együtt, és az unokáidra, és a körülményeidre változást. Köszönjük. A Rózsa Erzsikét aztán már mondtam, és Halász Erzsikére is áldást is a családjára. Pap Lászlóni Erzsikét is áldjuk. Ezer szervesen, és tényleg minden kívánsága betöltessen, és gyere ki abból, ami most talán akadályoz gátor, és ti is gyertek ki, Törtei Erzsikének is, a jó vizsgát, a legjobban felfogja azt az anatómiát, nem? A Jézus Szent nevű, vagy a Viola is, Bodor Csillát is megáldjuk, tehát Halász Erzsik, Mátyás Erikát már mondtam, Székely Kati Csándorral együtt, és a többieket mondta. Ezerszeres áldás rátok ránk, és áldott legyen a mai napunk, és mindent, amiben fogunk, sikerüljön nekünk, és minden hit projektünk váljon valóságba. Áldás szálljon rátok a Jézus nevében. Holnap folytassuk, ha nagyon erőteljes volt, főleg az első rész. Amikor a vérről tanítunk, régen mindig nagyon nagy hitpróbákat kaptam, amikor a vérről tanítottam, a Jézus vérről, a sátán nem szereti, mert győzelem van a vérbe, győzelem van, megváltás van, helyreállítás van, csodálatos, hogy mit jönnek elő, ha ebben hiszünk. Higgyetek a megváltó vérében, erejében és abban a munkában, amit ő elvégzett. Köszönjük ma Jézusnak, hogy velünk volt, hogy dicsőíthessük, hogy áldhassuk. Akinek kihagytam a nevét, áldást kérek a rejtőzködőknek, természetesen azoknak, akik jó szándékkal jönnek ide be. A rossz szándékú embereket pedig vigye el Isten. A TikTokról is, innen is,
a környezetünkből is köszönjük. És hát Ülikára is áldást kérünk, és mindenkire, akinek a nevét nem mondtam, a rejtőzködőkre, használd a vért, a Jézus vérét. A Jézus vére mindent legyőzött. És mi legyőztük azt a bárány vérért. Nincs kivétel. Legyőztük azt. Mit azt? Amivel szembenézel. Mi legyőztük azt. Mindegy, hogy minden, milyen kihívás, testi, érzelmi, lelki. Tehát köszönjük. Legyőzted a betegséget, legyőzted az anyagi nehézséget. Legyőztél minden gonosz rosszat, legyőztetek, a délutániak is legyőzték, és mindenki, aki hisz a Jézus kiontott vérébe, a feltámadás erejébe, a Jézus nevében, a vérnek mindent legyőző erejét kérjük magunkra, a gyerekeinkre, a családunkra, mindent jóra fordítson Isten az életünkbe, az életetekbe, a szolgálatba. Köszönjük, Uram, köszönjük az elhívásokat. A népek, a nemzetekért imádkozunk, áttörés, áldásul jön, és az országunkért, a városunkért. Isten áldjon meg benneteket, áldott szép napot mindenkinek. Ámen, és ámen, és ámen, és ámen. Isten áldjon. Halleluja, halleluja.